A rendel az utolsó percekben a jobb csapatoktól elszenvedett vereségek görcsben tartották a még nyeretlen tolnaiakat, akik még pont nélkül az utolsó helyről várták a szintén nehéz sorsú Tamási elleni megyei rangadót hazai környezetben. Ha itt és most nem nyerünk, akkor a pesszimista reflexió érkezett is a lelátóról, a törzsszurkolóktól. A pályán történtek előrevetítették, most ha csak nem zuhan össze a csapat, meg lehet ez a meccs. Igaz, az első félidőben még a tamásiak begyakorolt figuráira, a beállóra kihegyezett támadásokat nem tudta kellő hatékonysággal levédekezni a tolnakáci, ezért a szépen előkészített, látványosabb góljaikra rendre érkezett a vendégcsapattól a kibrusztolt találat, így az eredményjelző a nem feltétlenül megnyugtató 14-14-et mutatta a félidőben. Szünet után már érvényesült a lendületesebb, sokszínűbb tolnai stílus. Lassan, de biztosan átvették a vezetést. Működött a belső közép, a mód volt rá, lerohanásból is növelte góljai számát a hazai csapat, az általában jellemző 4 gólos előny a végére is megmaradt, beállítva ezzel a 26-22-es végeredményt. A sikerhez góllövőként a maga átlagon felüli teljesítményével egész pontosan 6 góllal járult hozzá Csajko Eliza, és a magát mindig megrázó, a csapatot szellemileg is összefogó 7 gólig jutó Gál Dórát kell említeni. De azért is jár a piros pont a győzelemért, mert ezúttal a csapatvédekezés is összeszedettebb volt, mint korábban bárki ellen. Jelzés értékű, hogy a második félidőben mindössze csak 8 gólt tudott összehozni a Tamási. Igaz, a mostani ellenfél gyengébb játékerőt képvisel a korábbiaknál. A tolnakáci megízlelhette tehát a győzelem örömét, ízét. Kérdés, hogy idegenben is képes lesz-e jövő héten az újabb fordulóban ilyen teljesítményre, Virné Gál Zsuzsa dirigált a csapat, amikor a náluk nem erősebb Dunapentelle otthonában vendégeskedik majd a csapat.